Halló, halló, sziasztok, szép estét minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Néha igazam van, néha tévedek, de mindig hozom a tényeket, hogy kisalkotassatok saját véleményeket. Ne felejtjétek a lényeget, jót kell venni pirosba, nem rossz zöldet, magasba, és kezdjük is a Mesterhármasról, ugyebár lájkoljatok, osszátok meg a videót, illetve iratkozzatok is fel a csatornára. Aki még újjanak, ajánlom, hogy olvassál a videók alatti leírást, nagyon sok hasznos információt fog találni benne. És akkor haladjunk is tovább, a kriptonális sok hasznos infótananyagot, oktató videót találtak, úgyhogy nézegessétek csak itt is javát, egyet azért ráfrissítek, de most nem értek, hogy jött ki új, úgyhogy nézegessétek csak itt is a dolgokat, és azt mondja, hogy világgazdasági hírek, első körbe, hát itt nem is volt a szígyártó benne, hiába azt írják a cikket, a címbe, mi volt itt a végén, nézzük csak, amire ezt itt hagytam. Közben Moszkvával lényegében eredmény nélkül folynak a tárgyalások a feszültség enyhítéséről, miután Oroszország 100 000 katonát vezényelt az ukrán határ térségébe. Ma 100 000 katonát küldtek oda Putyinék, hogy őristen. Tovább elkezdték az orosz békefenntartó kivonását Kazasztánból. Az egy héten át tartó zavargásokban 164-en vesztették életüket, és több mint 10 000 embert letartóztattak. Csak az orosz katonák akadályozták meg, hogy megdőljön Nurszultán Nazarbejev, és kijelölt utódja, Tokajev elnök 3 évtizedes hatalma. Fasza, 3 évtized diktátorkodnak ott, és akkor még segít Putyin, hogy továbbra is így maradjon a fenntartsák fosztogató rendszert. Tovább, szélturbinák ellen harcolnak a lapföldi számik, hát ez is egy érdekes dolog. A per tárgyát képező két turbinafarm együtt Európa legnagyobb szárazföldi szélerőművét teszi ki. Összesen 170 000 háztartást lát el árammal. 170 000 háztartást. Csak olyan helyre építették, ahol a részarvasokat legeltettek, és most nem tudják, mert a részarvasok nem szeretik a hangját, meg ez az avaz nem mennek a közelébe se. Úgyhogy érdekes egy szituáció, azért csak előre fel kellett volna ezt mérni, nem utólag. De azért ugyebár ennyi ingyen energiát, így lehet ingyen energiát termelni bárhol jobbra arra. Még hogy ezért gázt venni Putyintól. Oké, az Omikron terjedése nagy ter az egészségügyre több európai országban, még mindig azt mondom, hogy nem egy Omikron miatt kéne az egészségügyet. Arról szerintem nincs statisztika, hogy hány ember halt meg azért, mert nem kap normális ellátást, mert az Omikron miatt küldenek mindenkit, hajtanak a kórházba. Megvizsgálatra, meg ez az, itt van, hogy az Omikron mennyire átvette a narancssárga, a delta variáns, ami ugye már még kemény volt, az Omikron, a lila, már itt izék évvégétől, januártól a 95% az Omikronos, tehát a lightos Covid. És akkor itt van, már megint előhozom itt a Pestis, itt vannak a Pestis adatok, Pestis is minden évben van egy azért 5-10 ember kb. Vagy ilyesmi, aki Pestises lesz. És na, az aztán ezért 80%-a meghal, a tüdőpestiseseknek 95%-a meghal pár napon belül. Az ellen persze nincs ilyen világszinten, mindenki féljen a pestistől, meg mindenkit küldjük kórházba, mert hát ha találunk egyet, aztán utána kivizsgálunk még 100-at, akivel érintkezett. Na mindegy, és akkor itt is 7 USA beli, hát nem ország, USA ország, az, hogy mindegy 7 USA állam van, pestis figyelmeztetés van 7 USA államba. És akkor igen, 2021. július 26, egy fél éve nyáron még, ezért akkor is volt pestises az USA-ban, meg ilyenek, és akkor az Omikron miatt nem működik az egészségügy. Nagyon nézzük tovább, azt mondja, hogy CNBC-n semmi nem jött ki tegnap óta, elértünk a mai hírekhez, mi mindenünk van mára. Azt mondja, hogy... ez csak egy jó mosoly, vagy ilyesmi. Ja, vagy meglátjuk. Valamelyik kettő közül azt mondja, hogy jelentés rávilágít, hogy a technológiai cég, de hívjatok be, elkelt az albérlet. A Rival egy Avalanche alapú pereskedési token koncepció. A Kyle Roche ügyvéd, a jogi Roche Friedman LLP cégtől, jogi cégtől elindított egy technológiai startup céget, amit Rivalnak hívnak, Y-nal, aminek az a célja, hogy a, úgymond a tőzsde piaca legyen a pereskedés finanszírozásnak. És a cégnek az a terve, hogy elindítja az első negyed évben ezt az egészet, és lehetővé teszi az emberek számára, hogy használják ezt a tokent azzal kapcsolatban, hogy
támogathassanak, vagy befektethessenek jogi perekbe, civil ügyekbe, meg mindenfélébe. És akkor a rivál célja az az, hogy megengedhetőbbé tegye mindenki számára az igazságszolgáltatást. Alapvetően igen, a törvényrendszer, az a lényeg, hogy decentralizálják a hát korlátokat, hát ezt hülye fogalmaztam meg, akár multibillió dolláros ügyi pereskedésekben is be lehet tenni a pénzeket, támogatni az ügyet, fizetni a jogászokat ebből, és akkor, hogyha megnyerik a pert, akkor megkapja a részét az ember is. Tehát már kb. Pereskedésbe is be lehet fektetni. Azt mondják, hogy amit mi csinálunk, az az, hogy elmondjuk a sztorit, a történetet, és lehetővé tesszük a népes lakosság, nyilvánosság számára, hogy befektessenek az olyan ügyekbe, amik érdeklik őket, ilyen peres ügyekbe, és mit kap a nép ezért cserébe? Igen, a perből, amit ugye már ha megnyernek egy pert, akkor ott meghatároznak X összeget, amennyit ki kell fizetni a vesztesnek, és akkor abból kapja vissza az ember a pénzét. És akkor hát ilyen éves 50%-os megtérülést, meg ilyesmiket írnak itt. Kyle Roche, hiába, oly mennyien akarnak, le kéne szedni a hirdetést, de majd ez hétvégén költözik be az albérlő, már tényleg le kéne szednem, de mikor lesz arra is időm, na mindegy. Kyle Roche jól ismert már kismillió kripto jogi perrel kapcsolatban, az ő jogi cége a Roche Friedman, ők voltak bevonva az elmúlt néhány évben a multibillió dolláros perbe Craig Wright ellen is, jaj, ezt azért nem jelöltem ki pirossal az embernek a nevét. Craig Wright ellen, aki ugyebár saját maga, ő azt állítja, hogy ő Satoshi Nakamoto, meg ő találta fel a bitcoint, ilyeneket hazudozik az ember. Úgyhogy az ellene menő pert is ez a Roche cég intézte, és volt egy peres ügy a Tether ellen is, és több digitális kriptotűzsde ellen is, és ICO-kat, akik kiadtak ilyen előzetes tokeneket, olyan ügyeik is voltak, és sikerült is nyerniük 100 millió dollárt, például Craig Wright ellen, aki azt mondja, hogy ő Satoshi Nakamoto. És akkor volt egy másik ügyük, Apotio LLC vs Kern Country, tavaly októberben, akkor indították el, igen, az első ILO-t, ILO-t, ez azt jelenti, hogy Initial Litigation Offering, ez azt jelenti magyarul, hogy előzetes pereskedési felajánlás, vagy alap, vagy befektetés, vagy ilyenek, és az Avalanche-nak az ökoszisztémáján adták ezt ki tavaly októberben, és ezzel azt célozták meg, hogy tőkét gyűjtsenek a cég számára az Apotio cégnek a pereskedésére, és ők egy cannabis gyártó cég volt, akik ellen a kaliforniai Kern Country lerombolta az összes növényeiket, gondolom elégették, vagy valami az én növényeket. Ez volt az Egyesült Államok történetében a legnagyobb ilyen károsítás, és úgy számolnak, hogy kb. 500 millió és 1 billió dollár közt volt az értéke ott a kanabisznak, ugye már ilyen pénzekről beszélgetünk, meg a értelmes államok már állnak rá, mert tudják, hogy ez nem egy illegális dolog egyáltalán, inkább itt ez egy gyógyszerek, de hát csak ugye már megy ellene, ez nagy ellenfél a kanabisz azért a legális drogbiznisznek, a gyógyszeriparnak, a Big Pharmának. És akkor előzetes figyelmeztetés, bármi jogi dolog lehetőség nélkül, meghallgatás nélkül csinálták ezt a Kern Country, Kaliforniába. És erre nem írják, hogy mi lett a vége, tehát itt a pereskedés ez szerintem még mindig folyamatban van. És mondják a végére, hogy az első néhány évben úgy válogatni fognak, hogy milyen ügyeket választanak ki, amiket jónak látnak, de a nap végén vagy végső soron nem gondolják, hogy nekik bár falat kellene húzniuk, és bárkinek nyugodtan hozzá kell férnie az igazságszolgáltatáshoz. Tehát eleinte azért óvatosba indítanak, de utána azt akarják elérni, hogy mindenkinek az ügyét lehessen támogatni. Jó, egyik jogi téma, másik jogi téma, Jack Dorsey bejelentette a Bitcoin jogi védelmi alapot, hogy megvédje a nyílt forráskódú fejlesztőket, látom, mondjuk a fejlesztőket, vagy Bitcoin fejlesztőket, nem is blokklánc, mert a Bitcoin párt nagyon Bitcoin maximalista, Jack Dorsey, úgyhogy a Bitcoin fejlesztőket,
megvédje olyan jogi perektől, ami a bitcoinnak a szisztémájával kapcsolatos. És a bitcoin közösség jelenleg több frontról pereskednek, bitcoinnal, miközben nem mondanak konkrét pert, de megemlítik, hogy igen, néhány magánszemély, akit megvádoltak, az már ezért kapitulált is, mert hogy nem volt jogi támogatása. És a Bitcoin jogi védelmi alap egy non-profit szervezet, ami azt célozza meg, non-profit entitás, hogy minimalizálja a jogi fejfájást, ami elbátortalanítja a szoftverfejlesztőket attól, hogy aktívan fejleszték a Bitcoint és az ezzel kapcsolatos projekteket, mint a Lightning Network-öt, a Bitcoinnak a privát protokollját és hasonló dolgokat. És mindenki nagyon tiszteletre méltónak tartja, hogy elindította ezt a jogi védelmi alapot, Jack Dorsey a Bitcoin közösségből, mindenkinek tetszik. Igen, és ide lehet is a Bitcoin Defense Fund, bitcoindefensefund.org címre küldeni leveleket, ha valakinek ilyen ügye van, hogy megtámadták jogilag. És a weboldal jelenleg még építés alatt, még ezért nincs kész, azt írják, hogy nem sokára elindul hivatalosan is. Természetesen nagy aktuális téma lett a szociális médián is, és akkor írják is egy páran, az egyiken azt írják, hogy nagyon hálásak vagyunk Jack támogatásáért a Bitcoin fejlesztésért, a Bitcoin fejlesztők jogi védelmi alapjával kapcsolatban. Másik ember azt írja, hogy ilyen Jack, Alex Marcos és Martin White, ők csinálták ezt, hogy felléptek és megvédik a Bitcoin fejlesztőket a jogi ügyekben. Szóval így a Bitcoin fejlesztők arra tudnak koncentrálni, amit a legjobban csinálnak, a fejlesztésre, programozásra, nem jogi pereskedésekkel kell foglalkozniuk. Úgyhogy két pozitív dolog, nézzük tovább. A Strike elérkezett Argentínába is, USDT támogatással, Tetherrel. Nincs Bitcoin, Bitcoin még nincs rajta jelenleg, na attól, hogyha szám nélkül hisz, akkor főleg nem fogom felvenni. Azt mondja, hogy Jack Mallor, a Strike vezérigazgatója úgy magyarázza, hogy a célja az, hogy... Igen, az argentinok valami... egy olyan felületet biztosítson az argentinok számára, ami egy stabil értéket tart nekik papírpénzben jelenleg. Tetherben, hát az is digitális, meg kriptó, mert stabil kriptó, de na mindegy. De sokkal jobb, mint az argentin, ott mi van, ott nem pezó van, vagy pezó van, a francia tudja, de az Argentinában, de Argentinában is 70%-os az infláció kb. Úgyhogy kell valami stabilus a dollár, vagy ilyesmi mondjuk Tether. Kriptókból, stabil kriptóból, és akkor új módját vezeti be azzal az argentinok számára, hogy megtakaríthassa, a megtakarításaikat megőrizhessék stabil kriptók formájában. Mallor azt állítja, hogy most van egy, még soha nem volt ilyen igény, egy nyílt monetáris rendszerre, ami egy szétosztott hálózaton működik, aminek ismerik a monetáris politikáját, fix a készlete, ugyebár nincs belőle végtelen, és ellenáll a cenzúrának is az egy törvénykor szabály mindenféle ellenállásnak, meg szankcióknak. Igen, és azonnal lehet ugyebár venni mindent a Strike-on is, díjak nélkül, nulla díj, semmi tranzakciós díjat nem kell rajta fizetni, úgyhogy nyugodtan már USDT-be mentegethetik ki a folyamatosan értéktelenedő argentin nemzeti pénzüket az emberek. Na nézzük tovább. A svájci bank, a SEBA úgy jósolja, hogy a Bitcoin 75 000-re mehet fel és felmehet az éven. Az intézményi befektetők úgy meg fogják tolni. És a SEBA bank vezérigazgatója Guido Böhler azt mondja, hogy mi hiszünk abban, hogy az ár növekedni fog. A belső érték modellünk azt jelzi, hogy az ár valahol 50-75 000 közt lesz. És mondja, hogy teljes mértékben magabiztos vagyok azzal kapcsolatban, hogy elérjük ezt a szintet. A kérdés csak az, hogy mikor. Ugyebár nem az, hogy elérjük-e, hanem hogy mikor, ennyi.
És én úgy gondolom, hogy a volatilitás az magas maradt, tehát ugyanígy ármozgások felle azért lesztek mindenfélék, több 10%-ok, ugye vár. És az intézményi pénzek valószínűleg fel fogják hajtani az árat. Egy teljesen törvények szabályozott bankként működik ez SEBA, és vannak vagyontárgyak, hát ők már kb. Azt érek, hogy bespajzoltak maguknak, és akkor jó időben bármikor be lehet fektetni náluk. És múlt héten a Galaxy Digital vezérigazgatója Mike Novogác mondta, hogy ő is úgy látja, hogy brutális az igény az intézmények részéről a kriptó iránt, mennek hozzájuk is ezerrel. Miközben a világszintű befektetési bank a Goldman Sachs is azt jósolta a múlt héten, hogy a bitcoin ára el fog érni a 100 ezer dollárt, mivel a bitcoin veszi át az aranynak a piaci részesedését az utóbbi időben elég erőteljesen. Azt mondja, hogy nézzük tovább. A politikai pártok, tájföldi politikai pártok felemelték a hangjukat az ellen, hogy a kormány meg akarja adóztatni a kripto nyereségeket. De itt a cím az nem teljesen egyértelmű, mert a végén kiderül, hogy kétféle adóról van szó, azt nem akarják, hogy duplán adóztassanak már. USA-ban mondjuk kb. Az atya úristen, mennyien hívnak, jó? A tájföldi politikusok figyelmeztettek a negatív hatásaira a kriptoadónak. Na de, és azután jött ez, miután a banki pénzügyminisztérium bejelentette, hogy 15%-os adót akar bevezetni a kripto befektetéseknek a nyereségére, és a kereskedelemre is. Na ez a dupla, az USA-ba is ez van, hogy még a kereskedelem, ha én most tegnap vettem a izé, vagy mutatom, mit cseréltem, a plabigyót eladtam, és akkor vettem belőle ezt a, hú, mi volt a másik, a roast, a, nem is tudom már minden roast rövidítése, tikerje. Akkor még ezután is, minden után, ha bármilyen kriptót, bármilyen cserélek, minden után adózni kell, úgyhogy ezek a nagyon leglehúzósabbak az USA-ba is így mennek, ezt akarják most bankokba is, és na ez nem tetszik nekik. Nálunk ugyebár az van, hogy amennyit papírpénzt beteszel, forintot, oké, és bement bent, már senkit nem érdekel, úgyse tudja senki kiszávolni bent, vagy akkor már rá kellene állítani, de hát törvényeket nem tudnak hozni, nem hogy rendszereket kitalálni a kormányok, amik már rég adatbázis alapján kiszámolnák, kinek mennyit kell fizetni. Na mindegy, úgyhogy nálunk ugye amennyi papírpénzt betesz az ember, bent tök mindegy, hogy mi történik a kriptotérben, senkit nem érdekel, amennyit utána kivesz, a kettő közti különbözet után kell adózni, csak ennyi. A bent történés, az a trading, az a kereskedelem, vagy ami bent történik, az a legtöbb országban nem foglalkoznak. És január végére akarják véglegesíteni ezt a törvényt, és azt mondják, hogy a kereskedőknek is minden tranzakciójukat rögzíteni kell, hát én is azt se tudnám megmondani, nincs itt, itt sem mutatja, a kriptotőzsdén is talán 3 hónapig tartják meg az adatokat, vagy ilyesmi, hát fogom én majd kockás füzetbe vezetni ilyen marhaságot, és ezzel vannak tájföldben is kiakadva, hogy minden tranzakciót vezetniük kéne, igen, és... Korn Csatikavani, a Volt befektetési bankár, pénzügyminiszter és a KLA párt vezetője nemrégiben úgy vélekedett, hogy minden nyereséges tranzakciót meg fognak adóztatni. És mondja, hogy ezzel nem értek egyet, amíg nincsenek tiszta egyértelmű törvények, a problémákkal kapcsolatban, amit felvetettek, hogy ezzel milyen gondok lehetnek, hogy itt kétszer adóztatva, meg ez az amaz, és akkor mondják, hogy amikor az áfáról beszélünk, ja, akkor hozzá teszi, hangsúlyozza, hogy áfát úgy gyűjt be az adóhatóság, mint egy hagyományos termékek, után úgy gyűjt be az bocsit, áfát, vagy SZIA, személyi jövedelemadó, nem tudom, ez áfa, áfa szokott talán lenni a vatna, mindegy. És emiatt kétszer lenne úgymond adózás a kriptotranszakciók miatt. Először azért kéne adózni, mert eladja valaki a kriptót, aztán meg még egyszer azért kellene adóznia, mert a kriptóját átváltja a hagyományos papírpénzbe. És két más politikai szervezet, a PEU tájpárt és a Taicang táj, ők is felemelték a hangjukat az adójavaslat ellen, és mondják, hogy kriptokereskedők, ja itt van a személyi jövedelemadó, a kriptokereskedőknek így is úgy is SZIA-t kell fizetni, személyi jövedelemadót.
és egy másik adónak a bevezetése még ennek a tetejébe, azt mondják, hogy az csak sérülést okoz, kárt okozna a kiskereskedőknek, miközben az intézmények járnának jól. És nincs semmi rossz... Igen, jó, hát ezt nem is kellett volna pirosra, ez igen. Egészen addig semmi rossz nincs azzal, hogy adózzunk a kriptók után, amíg azt fair módon csinálják és nem használják ki az adófizetőket. Ezzel egy időben a kormány nem látja, hogy hogy tudná növelni a bevételeit az országba, ha támogatná a kriptókat. Hát a normál adó ott van az összé, ott fog befolyni nekik a pénzük. Ezt nem is értettem, ezt a mondatot, miért teszik ezt ide bele, hogy nem érti a kormány, hogy hogy jöhet be hozzá adó, vagy hogy lesz több pénz, amikor teljesen egyértelmű. És ez a nézőpontok szerint az új generációnak a bevétele lehetőségeit fogja blokkolni, gátolni. Úgyhogy oké, és meglátjuk, mi lesz. Nézzük tovább. A bitcoin lehet egyszerre valuta is, meg biztosíték is. Ez nem ellentétes a kettő. A kriptó mindkettő lehet, mondja egy monetáris történész, Franklin Noll. Azt mondja, hogy volt egyszer a hírhet kontinentális dollár, és aminek az volt a célja, hogy támogassa az amerikai függetlenségi háborút, a pénznyomtatással, és ez végső soron elbukott ez az egész. A kontinentális dollárok alapvetően zéró kuponos kötvények voltak, jelentsen is az bármit, amit kis címletekbe adtak ki, habár a terv az összeomlott, amikor a kongresszus megváltoztatja az eredeti feltételeit a visszafizetésnek, és értéktelenné tette ezeket a kontinentális dollárokat. A kontinentális dollár mellett Noll rávilágít arra is, hogy volt egyszer létrehoztak egy kamatozó kötvényt is, ami tény szerint a... Hú, vagy ez volt a polgárháború? A fene tudja ezt a sok háborújukat itt az USA-ba. Amerikai független... Az a függetlenségi, függetlenséget mondtam, a Revolutionary War. Ja, a függetlenség itt, meg a polgárháború van. A polgárháború korában egy papírpénzt, amit a kincstár adta ki, ezt a papírpénzt, ezt a ezért kamatozó kötvényt, és ezek a kötvényeknek az volt a céljuk, hogy papír, vagy valutaként és biztosítékként is szolgáljanak, mert a biztosíték az kb. Az, hogyha még kamatot is adnak valamire, akkor az azért biztosítalak, vagy kamatot is adok rá, de úgy, mint egy biztosítékot ki kell cserélni az elektromos rendszerekbe, vagy a kocsiba, vagy bármi. Azt mondja, hogy ha bár nem úgy, mint a kontinentális dollár, ami végső soron elbukott, ez a kamatozós kötvény, ez sikeres volt. És 5% kamatot fizetett, amikor már adott idő eltelt, és beváltották a kincstárba, és ez teljes siker volt, és kifizette a kincstár, amit ígért érte. És akkor mondja is az ember, hogy a törvényhozó ügynökségek, a törvényszabályozó szervek jelenleg egyáltalán nem így gondolkodnak. Ők annyira feketén, fehéren, hogy úgy nem lehet teljesen két irányba, hogy számukra valami vagy biztosíték, és akkor az USA tőzsdefelügyelete szabályozza, vagy egy pénz vagy valuta, amit meg a kincstárnak kell szabályozni, vagy más ügynökségnek, ennyi, nincs kett, elfelejtették, hogy mi volt itt régen. És mondja is, hogy szerintem egy idő bele fog telni, amíg a törvényhozók elindulnak ebbe az új világba, új irányba, vagy valójában visszatérnek egy régihez, amit már egy évszázad óta nem láttunk, de működött. És azt mondja, hogy szerinte olyan 5 évről beszélünk kb. Olyan lassan megy minden, hogyha úristen a bürokráciába, hogy az valami borzalmas. Nézzük tovább, a Wikimedia, jaj, már megint jönnek a hülyék, hát ezek nem sötét zöldek, hát de sötét zöldeknek is lehet mondani, mert hát még mindig nincs erről, egy 10 másodperces videó, hogy hülyék vagytok, basszátok meg. Ja, fel kell hozni hogy mennyit fogyaszt a bitcoin, bitcoin energiafogyaszt, a bitcoin energy consumption, igen, és akkor negyedik szlájdon van, talán az ötödiken, na. Kezdjük innen, és akkor utána olvasom a hírt. A bitcoin energiafelhasználása, jó, tök mindegy, nem is az a lényeg. Ugyebár az egész világon 154 terawattóra energiát használunk fel,
Ebből, ja, és nem is annyit, hanem hát 200-at termelünk, és ebből 150-et használunk fel, 50-et meg elveszik hatékonytalanságban, meg nem használják fel, meg elveszik a vezetéken, meg ez az. A 25%-a elveszik. És ehhez a 150 ezerhez, vagy összesen 200 ezerhez képest a bitcoin 200-at se fogyaszt. Nem, hogy 200 ezeret, de még 200-at se. Ez a vékony zöld csík, ez még mindig, ez mind, ó, ez az összes a bitcoin, ez mind a bitcoin fogyasztja ezt a zöld csíkot, ilyen idiótákat, vagy attól megy tönkre a világ. A bitcoin világszintű energia, a világszintű energia felhasználáshoz képest 0,12%-ot fogyaszt a bitcoin. Ennyi. Jó, és akkor erre feljönnek ilyenek a Wikipédiától, a Wikimedia Foundation, az az alapja a Wikipédiának. Most azon vitáznak, hogy elfogadják-e a kriptó adományokat, mert hogy azt hazudják, hogy ilyen környezeti gondokat okoz, hogy milyen sokat fogyaszt a bitcoin. És akkor van itt ez az idióta, ez a Gorilla Warfare, ez azt mondja, az eleje még zöld, az még igaz, hogy a bitcoin és az Ethereum a két legjobb használt kriptovaluta, amiket itt adományozásra használnak, és mind a kettő bányászat alapú. És akkor utána jön a nettófasság, amik irgalmatlan sok energiát használnak. Hát látjuk, olyan irgalmatlan sokat, hogy a csíkot alig látni olyan sokat. Na jó, hülyeség, fasság, ezerrel azt mondja, hogy de azért van sok ember is, aki felvehette a hangját ezzel szembe, és mondják, egyik azt mondja, hogy arról hallottatok már, hogy egyébként a hagyományos bankrendszer is energiát használ, ilyen marhaságot, az még többet használ, mint a bitcoin. És hangsúlyozzák, hogy minden egyes pont az hazugság vagy félrevezetés, amit az ember itt írkál abba, úgyhogy teljesen így is van. És igen, a Wikipédiának, az alapítóinak, vagy a Wikimedia Foundation alap tagjainak rá kéne jönni, észre kéne venni, hogy az USA dollár az szénenergia fedezetve az USA dollár mögött minden közül a legrosszabb, és államilag kierőszak, állami erőszak áll az egész USA dollár mögött. Egy ember el is magyarázza, hogy minden egyes pont, amit ez a Gorilla Warfare hazudozik, az igen, az hazugság, meg félrevezetés, és Gorilla Warfare meg a Digiconomistot idézi, a Digiconomist az meg egy blog, amit Alex de Vries csinál, aki a holland, egyik holland banknak az alkalmazottja, ja igen, Hollandia központi bankjának az embere, aki persze teljesen ezért szembeállnak a bitcoinnal, mert hát a központi bankok ellen megyünk. Úgyhogy innen görög ez az egész vissza, hogy ekkora fasságokat még mindig bírnak írni, hát ez már tavaly májusban, júniusban lejátszottuk ezt az egészet, hogy sokat fogyaszt a bitcoin, hülyék vagytok, nem fogyaszt sokat a bitcoin. Még mindig vannak, akik felhozzák. Na jó, nézzük tovább. A pénzügyi guru Dave Ramsey azt mondja, hogy a kriptó az egy móka, és velünk fog maradni hosszú távon, és mindenkinek a portfóliójának egy részét képezheti. Pénzügyi guru, jaj, ott írják fent, hogy ez a Dave Ramsey pénzügyi guru, jó. Dave Ramsey azt fontolgatja, hogy vagy úgy gondolja, hogy a kriptók azok egy alapanyagként kell őket besorolni, amik velük fognak maradni, és azt mondja, hát hogy csak egy szórakozásból tartja kb. Azt mondja, hogy nem kell olyan nagy tőkét befektetni, azért minden vagyonát az embernek, egy kis részét azért szórakozásképpen annyit viszont mindenképp érdemes végül is, azt mondja. Jó, azt tovább a német online bank, az N26 kriptokereskedelmet is el fogja indítani ebben az évben. A vezérigazgatójuk azt mondta a Financial Times-nak, hogy igen, hát ők is kételkedik, hogy lehet, hogy a kriptokereskedelmet kellett volna inkább építenünk itt a digitális bankunkon, ahelyett, hogy terjeszkedni próbáltunk az USA-ba, meg az Egyesült Királyságba. Valószínűleg okosabb ötlet lett volna a kriptokereskedést elindítani a digitális bankunkon, és 7 millió felhasználója volt tavaly januárban, amikor úgy döntöttek, hogy terjeszkednek az Egyesült Királyságba és az USA-ba. Ha már az Egyesült Királyságból tavaly vonultak ki, most meg az USA-ból vonulnak ki, úgyhogy nem sikerült, és törvényhozási problémákba is ütköztek. Jelenleg olyan szigorítást kaptak, hogy csak 50 ezer ügyfél iratkozhat fel hozzájuk, pedig tavaly itt azért havonta 170 ezeren iratkoztak fel itt a digitális bankra, de mondják, hogy van egy tervük, és akkor értik, hogy mit kell csinálni, és majd végre is hajtják, hogy leszedjék róluk ezt a korlátozást.
Úgyhogy jó volt, egy ilyen hír is, nézzük tovább. Bitcoin bányász cég a Luxor elindítja ASIC kereskedelmi boltját, úgymond hozzáférés nyújt majd Bitcoin ASIC bányász gépekhez, vagy a speciális célgépekhez egy fair piaci áron, és a NYDIG fedezi ezt a Luxort, NYDIG áll mögötte, úgyhogy NYDIG az azért irgalmatlan nagy, rengeteg kriptót vesztek tőlük, vagy bitcoint az intézmények. Azt mondja, hogy NYDIG csinálták még tavaly tavasszal, február-márciusban a Bitcoin az intézményeknek című műsort Michael Saylorrel. És Michael Saylor csinálta, a NYDIG-ék is ugyanúgy, nem tudom, hogy fél órát ott voltak, és akkor ők is mondták, hogy mit, hogy miért éri meg minden intézménynek befektetni. Továbbá a Luxor a 12. legnagyobb bányászmedence jelenleg a világ számítási kapacitásának hát a fél százaléka se, úgy közel a fél százaléka van náluk, ezért sárgával jelöltem, azért ők nem, top 10-esek, még nem a legnagyobbak. De miután 10 000 gépet, bányászgépet mozgattak több kontinensen át, és kialakítottak egy sima folyamatot a beszerzésre is, a multinacionális csapatuk igen, kapcsolatban van az ASIC bányászgépgyártókkal, a viszonteladókkal, a bányászokkal és a befektetőkkel, mondja Loren Lin, a Luxor műveleti igazgatója jegyezte meg, és igen, decemberben, jaj, ez a hír azt követi, hogy a Foundry is belejelentette, na, ők irgalmatlan, hogy ők a legnagyobb, vagy a második legnagyobb, megy ott a verseny az első-második helyért, a legnagyobb, vagy a második legnagyobb bányászcég, a Foundry, ő decemberben jelentette be, hogy ő is ilyen, ez egy kriptobányászgép, vagy bitcoin bányászgép, hát bányászgép, mindegy, piacot indít, vagy igen, boltot, a Foundry X, van egy X a végén, ez egy bányászboltjuknak a neve, és már írták is, hogy 40 000 bányászgépünk van készen az eladásra, és a Luxor mondja, hogy igen, ő jó áron akarja adni majd mindenkinek, és amikor egy intézményi bányász lecseréli a flottáját újabb generációs bányászgépekre, vagy egy kiskereskedő csak egyetlen egy bányászgépet vesz, akkor is ki akarják leghatékonyabban használni a pénzét az embereknek, mármint úgy kihasználni, hogy segíteni nekik, hogy a legjobbat kapják a legolcsóbban, és minimalizálják a rizikókat, hogy bár nehogy itt a szállítás során a világban elveszem, vagy valami nekik már olyan kapcsolatok mindenfelé. És a céljuk az, hogy egyszerűsítsék a bányászgép vásárlást, hogy több időt töltessenek a bányász cégek a kapacitás növeléssel, és kevesebbet azzal, hogy azon aggódjanak, hogy honnan lesz majd bányászgépük. Nézzük tovább. Georgia, jaj, nagyon ki kell javítani magamat. Hát olyan hülyeséget mondtam itt szerintem egy hónappal vagy egy-két hónappal ezelőtt. Egyszer biztos, hogy mondtam, arra emlékszek, hogy Georgia, azt hittem, hogy az USA állambeli Georgia. De rohadtul nem, hát Georgia az Grúzia, így írják Grúziát angolul, hogy Georgia. Úgyhogy Grúziáról beszélünk itt, 3,5 milliós, itt van jó, ez a Fekete-tenger, jaj, de régen néztem már a térképet, vagy ez a Fekete-tenger, a fas, ne, ez az. Na mindegy, itt van Grúzia, hol vagyunk, hát, na jó, mindegy, ott van Grúzia, oké. Okay. Azt mondja, hogy szóval Grúzia a kriptobányászok után megy, mert hogy olcsón bányásznak, meg ezért lefoglalják a hálózatot a bányászok itt Grúziába. Van itt egy tök szép történelmi város, és akkor itt a turizmus az nagyon ment. Csak hát turizmus nélkül, amit a pandémia tönkretett, ugyebár a Covid, az emberek Georgiába a kriptobányászat irányába mentek el, hogy legyen valami bevételük, mert hogy olcsó ott az energia, de még hogy mennyire olcsó, az Vaneti régióba az több bányászt is vonzott az alacsony elektromos árai miatt, amit az igen üzletek számára vezettek be, és a történelmi város Mestia, ott meg a Mestiának a lakosságának ingyen árva van. Semmit nem kell az áravért fizetni itt ebbe a városba. Hát persze, hogy oda csődültek a bányászok, és a föld alatti bányászokat hibáztatják, mert hogy most az elektromos hálózatban hiányosságok vannak, olyan szinten eszik az áramot, hogy nincs felkészülve rá itt a terület. És Mestia lakói már több demonstrációt is tartottak azzal kapcsolatban, hogy zárják be a bányászfarmokat, és igen, jó, védjék meg őket a bányászoktól, mert nincs rendesen gondolom ki, hogy az áram, meg ilyenek rendes lakásokban otthon.
Miközben az EnergoPro, a grúziai energiacég azzal fenyeget, hogy megnöveli az árát az áramnak, hát de az tök mindegy, hogy megnöveli az árát, nem ez a megoldás, mert azt is mondom a végén. Ennek ellenére is, és a protestálások ellenére, meg az áremelés ellenére is, a fogyasztás nem csökken. Összevetve az előző évvel, a fogyasztás 237%-ot nőtt az áramfogyasztás egyetlen év alatt. A helyi hatóságok felszólítják, hogy hagyják abba a bányászokat, hát persze ez semmit nem ér. Svaneti és Mestia, mind ezek a területek több ezer látogatót vonzottak még az elmúlt évtizedben, habár a turistáknak a száma a COVID-19 miatt lecsökkent, mint az állat, ezért a helyieknek alternatív bevételi forrás után kellett nézni, és a bányászatra esett a választásuk. Na de nem így lehet, hogy megemelem az árát, meg stb., hanem úgy, hogy akkor építek oda egy geotermikus erőművet, vagy valami, az a legjobb, mert az folyamatosan megy, vagy egy vízerőművet, vagy valami, fent vannak a hegyekben, csak van valami patak, vagy folyó, vagy ilyenek. Úgyhogy, és akkor hiába növelik az árát, attól nem lesz több áramuk. Attól lesz több áramuk, ha csinálnak több áramot. És akkor more electricity, igen, more electricity. Több áram kéne, nem az árát növelni. Az árát is lehet, de mindegy. Hogyha igény van rá, akkor az kell. Na jó, nézzük tovább. Azt mondja, hogy a USA Központi Kereskedelmi Szövetsége figyelmezteti a fogyasztókat arra, hogy van kripto ATM-es csalás. De hát ez, hogy ez milyen ez a csalás? Igen, arra kérik az embereket, hogy kriptóval fizessenek nekik, ez egy új csalás, hát ez volt régebben is. És igen, QR kód. Igen, azt mondják az embereknek, hogy ezért valaki, hát na, itt lesz talán a jobban meg van fogalmazva. A csalók felhívják az ügyfeleket, úgy tesznek, mintha a kormánytól lennének, vagy valami jogi szervtől, vagy egy helyi közműcégtől, vagy akár még romantikus érdeklődést is mutathatnak más iránt. Jaj, atya úristen, szegény, ezért hamarabb. Tavaly ilyenkor volt, amikor hívott, hát mondom, ezt már nem viszem el, itt volt egy híradó előtt, itt volt a szerencsétlen, hogy valami, jaj, csodorű, itt ráírt, hogy hű, küld át nekem a kriptót, itt a QR kód, és majd visszaadok neked, tudom is, egy kétszer, meg ötször annyit, azóta se látta a pénzét. Úgyhogy ilyenektől mindenki vigyázzon, mert loptak, csalnak, hazudnak. Ismeretleneknek nem adunk oda egy papír pénzt se, egy tízezrest, meg digitálisan se küldjük át, csak úgy ismeretleneknek a pénzünket. Nem kell öngolt rúgni senkinek. Na igen, és akkor igen, romantikus kapcsolat, blablabla, bla, bla, majd találkozunk, meg minden hülyeség. Vagy olyannal is jönnek, hogy megnyerted a lottót, meg tört, ilyen marhaság, és akkor ezt mind azért mondják, hogy vonalban maradjon az ember egészen addig, amíg be nem húzzák a pénzét. És a csaló azt mondja, hogy vegyen ki pénzt a bank számlájáról, a befektetéseiből, vagy nyugdíj alapjából, akár honnan szedjen ki pénzt az ember, a következőnek azt mondja, hogy menjél egy boltba, ahol van kripto ATM, és vegyél rajta kriptót, aztán küld el a QR kódot, küld el nekünk a pénzedet, és amikor ezért megvetted a kriptót, ja, utald át nekünk, aztán már el is tűnt a pénzed, jaj, de nagyon jó, hangsúlyozza itt a Központi Kereskedelmi Hivatalt, és mondják is, itt a lényeg, senki, se a kormányból, se a törvényhozóktól, se a közműcégektől, soha nem fog felhívni senkit azért, hogy kriptóba kérjen fizetést bárkit ő is. A kormány nem fog minket felhívni, hogy fizess nekem kriptóba, hát még normális szabás is sehol. És hogyha valaki így tesz, akkor az csalás, minden egyes alkalommal csalás, az 100% hogy csalás, hogy ennek senki ne dőljön be. Egy váratlan Twitter üzenet, szöveges üzenet, e-mail, hívás vagy szociális média üzenet. Valaki olyantól, akit nem is ismersz, és arra kér téged, hogy fizess neki előre valamiért, beleértve a kriptókat is, az egy csalás, ez csak alap dolog. Figyelmeztetnek rá. Na jó, nézzük tovább. India elkobzott, nem ennyit kobzott el, ezt először zöldre jelöltem, elkobzott 5 millió dollárt kb. A 162 milliós Maurice Coin-os kripto befektetési sémából, csalásból. 162-t behúztak a befektetőktől, és 5-öt tudtak visszaszedni.
Igen, volt valamilyen Morris Coin, ICO-s volt, ez is előzetesen, júj, még ki se jött, de olyan jó lesz majd egyszer, majd annyira jó lesz, vegyél belőle előre, adok neked 20%-kal olcsóbban, azt meg aki jön, akkor meg az egész összeesik. Hiába mi volt az a 20% akció, semmit nem ér az egész. Igen, és akkor begyűjtötték a befektetőktől a pénzeket, aztán ingatlant vettek rajta, kriptót, luxusautót, prémium hoteleket, meg mindenfélét ilyenekre elköltötték a pénzét mindenkinek, ennyi. Úgyhogy ezektől vigyázkodni kell. Na, hol van a bitcoin, már megint zöldiké. Jaj, piros pólót vettem fel, hogy aki már nagyon vágyott a piros pólóra, az most megmutatom, hogy itt van, visszatért a piros póló, de hát nagyon nem akar ez leszakadni 42 alá minek is tenni, bár még mindig benne van. Na jó, kezdjük az elejétől. Nézzük, én el is felejtettem, hogy felvettem a pirosat előre, ha már itt lemaradtam itt a 45-ről 40-re szakadásba. Azt mondja, hogy bitcoin 42.880-on 2,5%-ot csökkent ma. Azt mondja, hogy a kicsit, hát igen, visszapattant a egy éves mozgó átlagról, azért nem szokott úgy egyszerre, hát itt lefelé leszakadt egyszerre, de felfelé azért mindig itt forog körülöttem, mielőtt utána megindul, na jó, kicsit azért visszapattant. Azt mondja, hogy egy éves RSI az 38-on van. Nézzük, ki sem nézett be 4 órásba, így néz ki, még meg se pattant a háromszögön, meg se támaszkodott, vagy a trendvonalon, 1 órásba, így néz ki, 15 percesbe, így néz ki, nemhogy a trendvonalig nem jött le, hogy megtámaszkodjon rajta, de még a 42.500-ig se jött le, amin nem tudom, egy napokig itt pattogott a 42.000, ez még addig se jött le, csak egy kicsit fölé már rögtön visszavásárolták, úgyhogy nem tudom, mi lesz ebből, de egyáltalán nem tűnik egy erős, komoly shortnak. Jó, azt mondja, hogy nézzük tovább. Jó, annak ellenére, hogy a bitcoin 2% mínuszban van 2,5-be, vagy hát innen sem nőtt az annyit, mert itt volt kb. Amikor egy bitcoinos volt a portfólióm. És ez egy 2%-at 3% pluszban a bitcoin, a darknet portfólió meg 10-be, meg 11-be volt már, meg 12-be is, amikor itt fölötte voltunk egy kicsit. Jó, azt mondja, hogy nézzük tovább. Bitcoin likvidáció, na mennyit, én azt várom, még itt nem, nincs nagy piros gyertya. Amikor itt lesz nagy piros gyertya, na akkor indulunk meg kőkeményen felfelé. Mutassad csak a bitcoint, igen. Most nincs nagy piros gyertya, mivel ekkora, mint ezek a nagy zöld gyertyák, ekkora kéne nekünk pirosba a másik oldalt. Mert még mindig nem írtották ki, még mindig tartják magukat a medvék, úgy látszik, itt még nem írtották ki őket. Valószínűleg, hogyha 45-en átmegyünk, egy kicsit 50 környékére, na akkor fogják kiirtani az összes medvét, akik arra várnak, hogy baj, halálra szakadunk, meg nullára esik a bitcoin, és akkor utána fog belendulni konkrétabban felfelé a piac. Úgyhogy ez most ezt lehet, hogy tartom is itt egy ideig, amikor nagy írtás lesz, az lesz nekünk a jó jel, amikor kifacsarják a short pozíciókat, lesz egy short squeeze. Na nézzük a FOMO indikátort, hányan keresnek a kifejezésekre. Azt mondja, hogy bitcoinra megállt itt, jó, most 29%, még kicsit visszajött, tegnap 32 volt, most kicsit oldalazós a piac, hogy megállt, nem húz tovább az égbe a bitcoin egyelőre. Azt mondja, hogy piaci értékek kezdve az Ethereummal, na jöhetne már vissza a 20-ba, 25. helye jelenleg az Ethereum, 392 billió dolláros a piaci érték, és 3295 dolláros áron kapható. A Bitcoin tartja a 10. helyét, 813 billió dolláros a piaci érték, és 42.998 dolláros áron kapható. 43? Már megint jön fel 43-ra. 42.8, aha, jó. Azt mondja, hogy mit jelent ez magyar forintban, 13 millió 300 ezer forintot ér jelenleg egy darab Bitcoin. Azt mondja, hogy teljes piacon mi a helyzet, 24 órás kereskedelmi mennyiség, 118 billió dollár értékbe zajlott, jó, erősödik vissza a piac. A kriptovaluták összpiaci értékek, hát közelebb már kicsit a 2,1-hez, de még ez egy 2 trillió dollár, 2,07, ebből a bitcoinnek a piaci részesedése 39,8%, az Ethereum 19,2%, akkor azt mondja, hogy 41% van már a többi altban, nem véletlenül a jobban erősödik az altcoin portfólió a bitcoinhoz képest, már 10% pluszban van itt 3 nap alatt. Azt mondja, hogy top 10-ben nagyobb változások, nem, Ada még mindig nem bírt feljönni az USDC elé, a Avalanche-ot még mindig nem bírta bejönni a top 10-be, a Polkadot tartja még a 10. helyet. Polygonnak a matiki az szerintem, mintha jött volna. Jaj, tegnap is jött már előre, igen, Sibát megelőzte, oké. Okay. Hát olyan nagyobb mozgások, NIR protokoll már bejött a top 10, már tegnap is, na, lassan jön az a 20-as, amit mondogattam.
azt mondja, hogy és kb. Ennyi, Uniswap meg a Litecoin ki van ejtve a top 20-ból. A Uniswap még lehet, hogy visszajött, hogy a Terra USD kiesik, vagy elkezdenek megint komolyan venni altokat, ezerrel nem majd meglátjuk, olyan nagy változásos nem volt a top 20-30-ba. Azt mondja, hogy DeFi-ben mennyi tőke van lekötve, 239 billió volt tegnap, csak már újra töltött, minden hajnalban frissített a gép. Hát most ugye 239 billió, 238,7 billió van lekötve DeFi-ben, még mindig ugyanígy itt fensig tartja a tetejét. Na de, felhoztam már, ezért meg is letett Béla, ő is nézegette itt, hogy mik, hogy vannak DeFi lámán, kicsit jobban belemegyek, aztán meglátom, hogy hosszú távon mi marad meg belőle. Itt vannak, ugye már csak simán, hogyha itt lentebb tekerünk, akkor itt vannak az egyes DeFi kriptók, úgymond. És Curve az első helyen, Convex Finance, a Curve-nek a mellékága, a CVX, okay, Maker AV az még van, nekem is többiek nem nagyon, mert a Lido azt nagyon ritkán össze-vissza veszik, nagyon furcsa, nagyon rémisztő az árdiagramja, pedig ezért sok tőke, 11 billió le van kötve benne. Instrop az megint nem százas, VBTC az csak bitcoin, csak becsomagolt bitcoin. Az Ankort azt nagyon mondja Béla, és az a jöveget fel, na jó. De nem is ez a lényeg, hanem mit akartam még innen mutatni. Ja, innen kb. Semmit itt a nagyobbakat. Jó, inkább a másik, ami az érdekesebb, hogy a blokkláncok ugyebár itt belőle a láncokra kattintva, látni mi mennyi van lekötve, az Ethereumban van 62%, amúgy itt ha húzogatja az egeret az ember középen, látni, hogy mi a neve a blokkláncnak, oldalt meg, hogy mennyi van lekötve benne. Na jó, itt is van róla diagram, azt mondja, hogy és akkor mik a top blokkláncok, amiken a legtöbb DeFi lekötött tőke van. Ethereum van az első helyen, utána Terra Luna, aztán Binance okos lánc, utána az Avalanche, a Solana, a Phantomról majd mindjárt is jön is külön videót is csinált, Béla tegnap, Polygonnak a Matic, és a top 7, ezek így tök komolyak. Úgyhogy jó, mert nekem van itt Waves is, meg ez az Osmosis is nézegettem, de hát az Osmosis az nagyon furcsa, oké, hogy nő, de nem lehet kapni csak saját magán, ez gyanús ez az Osmosis nekem. Harmony is van, Errond is van, jó, mindegy, most itt nem fogok itt végig megyegetni, Runa is van, Nir is van, oké. Ja, Oasis, a Rose, ezért azt vettem még tegnap. Na jó, vissza. Azt mondja, na nem tudom ezt még, na mindegy, egyszer megmutattam ezeket is, amelyik a legnagyobb. A top 7, ezek tényleg ezek mind jó blokklánc szinten is, még DeFi-ben is sok tőke van lekötve beléjük. Oké, azt mondja, hogy nézzük tovább, Béla a Phantomról mondtam a dolgokat, hogy így jó, amúgy jó a Phantom, és tényleg jó. A TVL a lekötött tőkék is felrobbanóba, vagy az egekbe szöktek a Phantomnál, 6 billió van, meg valami 10-et mond, hogy még 10-et le akarnak kötni bele. Azt mondja, hogy tovább a tranzakciók is nagyon kilőttek, rengeteg a tranzakció is a Phantomon, meg a Phantomos címek is nőnek. Ennyire a Phantom pénztárca címek ilyen szinten emelkednek. A DeFi is felrobban, mert rengeteg decentralizált tőzsde van, vagy 2-3, és nem tudom, vagy itt vagy 4-et mutat. Hogy aha, itt a Spooky, meg ez az, nem tudom, vannak itt ilyen nevek, hogy mennyi Dex van a Phantomon, vagy 3-4 is, amiből összejön az a lekötött tőke. Oké, az Alameda is támogatja a Phantomot. Jó, Alameda Research. André Krónya is támogatja őket. André Krónya meg a legismertebb DeFi építész. DeFi decentralizált pénzügyi applikációkat tervez, meg épít jobbra-balra mindenféle blokkláncnak. Úgyhogy ő is támogatja, van rajtuk, ez egy NFT is. Oké. Gyors is a Phantom, hát olyan szinten, hogy... Júj, azt nem írják, az hol van, hogy mennyi a ezé másodpercenkénti tranzakcióra. Mindegy, azt nem tudom, hogy másodpercenként hány tranzakciót tud a... Ja, de hogy nem emlékszek rá, mondta Béla, 30 ezeret. Úgyhogy jó, tehát a Phantom a Solana után egész erős ki a Phantom is. Második legerősebb, ha úgy veszi. A NIR protokoll van még ott, aki ugyanannyit tudhat, vagy 50 000, 100 000 ilyesmiket tudhat a NIR protokoll is, úgyhogy az is megy nagyon. Phantom is gyors, ő is 30 ezeret tud a Solana tud, 50 ezeret ilyen befektetés alapúakból, de hát a legnagyobbat még mindig a Kadena tudja, kb. 500 ezeret, nem 50 ezeret, 500 ezeret, 480 ezeret. A bányászat alapú is ő kb. Mindegy, ezt hagyjuk is, hogy nem mondom, hogy mi szerintem, mert nem akarok szedségtörést végrehajtani, de a Kadena az nagyon komoly. Még mindig azt mondom, oké. Tehát ennyi pozitívum van, a Phantom mellett nő is szépecskén rendesen. Azt mondja, hogy CoinMarketCap-en mi a trendi, van ami értelmes itt. Össze-vissza a fasságokba teszik a pénzüket, hogy hát a holnapra csilliárdosok lesznek. Ó, még most pedig azt hittem, a Moonbeam már visszajön, azért szurkolok, mert nekem is jónak tűnt a Moonbeam.
De hogy ennyire ezért beszakadt tegnap, meg még ma is szakadt tovább, vagy ez a tegnapinak a vége. Na most legalább érdekességnek ránézek. Összességében, hát úgy, igen, na mindegy. Meglátjuk valahogy immelámmal. Na most miért? Ja, ez a hülye, ez még nem áll vissza, csak a napi tudja. Na jó. Úgyhogy ez ma volt. Ah, ma egy kicsit megindult úgy valamennyire. Hát jó, meglátjuk. De hát ez már alapból... Jaj, nem, ez még csak most indult két napja, ha kicsit túltották. Hát meglátjuk, hogy mi lesz ezzel a bumbimmel, mert jónak mondom, nincs semmi, ez nem is véges. Akármennyit lehet nyomtatni belőle, az nem túl jó jel. Mert ezt mondogatták már egy évvel ezelőtt is, hogy lesz belőle valami, lehet, hogy jó lesz majd. De ez a nagy szakadás itt, az azért furcsa volt, hogy 30%-ot szakadt tegnap. Jó, na mindegy, visszatérve, Moonbeam az egy közepes, nem mondanám azért szerencsejátékosnak, bár fura, amit tegnap csinált. Shiba Inu is egy közepes, tudom, más komoly itt nincs, és mit néznek a legtöbben? Hát itt van a Bitcoin, meg egy közepesnek a Shiba Inu, a többi az mind marhaságnak tűnik. Jó. Azt mondja, hogy vissza Bitcoinra, 42.800-nál 2,5%-ot csökkent, valami nem, se a kékig, se a fehérig nem nagyon akar lejönni. Jó, azt mondja, hogy 2,5%-ot nézzük meg, ki az, aki mondjuk már 5% mínuszban van, meg ki az, aki zöldben van. Hát aki tényleg 5 fölött, mert vannak csak. Jaj, első körben Szervei Cserót kezdik, azaz, hogy Szervei Cserót a pla. Jaj, de nagyon jó volt, hogy itt vettem ugyebár, amikor lőtt az égbe a gala, és akkor jött egy másik játékos, hogy jó, hogy nem mondom, hogy 100%-ot belatolok, hát ha ez is megnő. Úgy megnőtt, hogy leesett a felére. Még a felét se értem el most, ahogy eladtam, na mindegy, még kis kellett kicsit pótolni jobbról balról videóféle maradékokból, hogy legyen a rózba 0,5%-om. De a Rose-ból legalább itt ilyen fél dollár környékén már vettem. Úgyhogy okker. Tehát ez egy csere volt. A plat, azt kidobtam ezt a plabigyót, mert jó a játékos, de annyira mégse tűnt komolynak, ahogy így másodjára ránéztem. Úgy a top 50-ben kitegyek be, azon vaciláltam egy-két hónapja, de hagyjuk inkább, ezért kidobtam is. A Rose, a Rose olyan nagyon a szívem csüske, mert ezért privátság, és nem szeretik majd a központi bankok meg a törvényezők a privát dolgokat, viszont a Rose-nál nem a kriptovaluta privát maga, hanem ők az adatokra mennek rá. Az embernek a saját adatai, azt ne lopják el, meg legyen már privát dolog. Úgyhogy ez ilyen szempontból viszont tetsző, és úgyhogy azért embernek sokat beletolni, de 0,5%-ot beletoltam. A plabigyót lecseréltem rózra. Na jó, nézzük tovább. Minusz 5 plusz százalékok. A NIR protokollt így is, ahogy mondom, hogy irgalmatlan gyors, tud ő is lenni ilyen szalonával versenyképes elméletileg. 10%-ot, még most is 10% pluszban van, mikor már szakad vissza a bitcoin. Hát ha megindul a bitcoin, lehet, hogy felvegy ez még 25-re is. Ó, most ráadásul még az RSI is csak 67-en van nála. Én meg jó 25-nél már fogok eladni. Ja, ezt is kiszámoltam, hogy miből hogy fogok eladni, azt nem most, de majd megcsinálom jobban, de ma majd azt is bemutogatom. Vagy lehet, hogy most egy előzetes, egy trailer. Azt mondja, hogy jegyzetek. De ezt majd szebben megcsinálom, itt van végül is Jasper Kármán, lehet finom hangolgatok rajta, de valahogy így tervezem, hogy van a bitcoin maga, amire a kétszeresét esetleg a kétszeresére nőhet, nem hinném, hogy egy nagyobb korrekció előtt, nem hinném, hogy 3-4 meg 5-szeresére nőne a bitcoin, ha a kétszeresére felmegy, már az jó, de már valószínűleg annyira se fog, mielőtt korrekció, hosszú távon úgyis felmegy kétszeresére, meg háromszorosára, meg sokszorosára, de közben mindig lépcsőzetesen lesznek korrekciók. Te és akkor a top 20 azok még szerintem egy háromszorosákra is felmehetnek, azért ilyen szalonák meg ezzel van, nem hiszem, hogy ötszöröset ugrálnának, már kiugrálta az 500%-os hozamát, amikor még top 100-ba se volt benne. Úgyhogy top 20-aknál szerintem egy 3%-os, a 20-on felüliek azok meg ilyen 5 billiós, meg 1 billiós, meg még annál is kisebb, csak 100 milliósok, azok lazán bár egy 5 billiós, az hogyha 5-szöröset nő, akkor is 25 billió, még épp hogy a top 10-ben talán benne se lesz, vagy a tépő közelébe. Úgyhogy a top 20-nál lentebb lévők, azok szerintem mégis lazán nőhetnek 5-szöröset. Úgyhogy oké, tehát úgyhogy a profit a bázispontoktól képest, ha 25%-ot nő valami, azzal nem is fogok még foglalkozni. Ha 50%-ot nő a bitcoin, akkor ott már 25%-át ki fogom venni. Másból még semmiből, top 20-ból meg top 20 pluszosból. Ha 75%-ot nő a bitcoin, akkor 50%-át kiveszem, ha top 20-os, akkor már 25%-át ott is kiveszem, ha már 75%-ot nőtt.
Top 20-on felüliekből még 75%-nál semmit nem fogok kivenni, mert azok akkor át tudnak menni, hogy csak na. És ha valami 100%-ot nő, ott a bitcoinnak már kiveszem a 75%-át, az valószínű, hogy bár tovább nem is fog menni, miután jön a következő korrekció meg a hullámnak az alja, aztán a következő hullám aljától már megint mérem tovább. És akkor a 100%, a top 20-asokból, hogyha 100%-ot nőnek, akkor 50%-ot veszek ki, a 200-at, akkor 75%-ot, 100%-ot semmiből nem akarok, legalább 25%-ot bent akarok hagyni. És a 20-on felüliekből, hogyha valami 100%-ot nő, akkor fogok csak 25%-ot kivenni, ha már 200%-ot nő, akkor 50%-ot, ha meg 400%-ot nő pluszba, ugye már felmegy 5-szörösére, akkor meg 75%-ot még akkor is hagyjuk utána tartalékot. Na jó, hát lehet, hogy jó lesz ez így, de ezt azért komolyabban, meg szebben, meg színesebben, meg akár meg akartam csinálni, még csak egy nyers vázlat itt. Azt mondja, hogy nézzük tovább, oké, a Nir nőtt 10%-ot, a Phantom is zöldbe van, még mindig 1% plusz van, ennyire erős a Phantom, meg Béla is megtolta a Phantomot, meg amúgy is jó a Phantom. Látjátok, hogy mennyi profitot szedtem már ki belőle, atya úristen. Oké, azt mondja, hogy ja, hogy ezért mínusz 5%-osokat is kellene. Jó, fent semmi nem volt, viszont a Flux csökkent 7,5%-ot, visszajött a 3 dollárról egy kicsit 2,8-ra. Oké, azt mondja, hogy az Axi csökkent 5%-ot, a Gala csökkent 7%-ot, a Curve az nőtt, a Curve pluszban van, tök jó, még így is fektetgetnem, meg költik le a tőkéket bele, oké, adja a kamatokat, meg minden egyéb, 3,5, majdnem 4% pluszban van még mindig a Curve, itt szakadó bitcoin mellett is. Az ADA csökkent 5%-ot, a Render token 8%-ot, hát be kéne indulni a metáknak, meg mindenkinek, hogy menjen a Render is. Oké, ki van még itt? A hélium csökkent 7%-ot, hát az bitcoin is, meg nem is, tök másképp mozog a hélium, mint a bitcoin nincs az innen hozzákötve, de ma csökkent 7,5%-ot. Azt mondja, hogy a Shiba csökkent 4,3, most már 5%-ot a Shiba, tegnap kicsit próbált megindulni, 13%-ocskát növegetett, de ma már vissza is esett. A Chainlink is csökkent 7%-ot. Jaj, jók azok az alul, azok a combos, vastag, erős, kemény kanócok. Na, akkor lehet, hogy életre fog kelni tényleg a Chainlink idén. Az Algorand csökken 8%-ot, azon kívül az Algorand, én nem ismerek 0,5%-tal többet beletenni. Azon kívül más nem tudok mellette elmondani, hogy El Salvadornak a kormányzati pénztárcája az Algorandon fut, meg Anthony Scaramucci nagyon hype-olja az Algorandot, de más nem nagyon van az asztalukon. Akkor a tetán nagyon gondolkoztam, hogy eladjam az egészet úgy, ahogy van a fenébe, lehet, hogy az lesz a következő, már tartom egy éve, hogy a média szektorban ők a legjobbak, meg majd digitál, vagy blokklánc YouTube, meg francia tudja, meg streamerű szolgáltás, meg ilyenek, de nagyon nem akarod tehát egyáltalában. Hát tavaly tavasszal 8 dollár volt, vagy ilyenek, most meg 4, még annyit se ér, mint egy évvel ezelőtt. 5%-ot csökkent ma, az Elrond is csökkent 5%-ot. Ki van még itt? A Runa csökkent majdnem 7%-ot. A Syscoin, na ez az új kis dolog, ez is csökkent 5%-ot, de már egész jó felment, most már az egyet még így is stabilan tartja. Oké, a CVX, a másik, ami friss, amit megmondtam, hogy ez a Curve-nek a hozománya, az is zöldben van még, csak egy 0,3%-kal, de még mindig zöldben van. Oké. SLP-t hagyjuk, na kik vannak még itt zöldek? A Quant 1% zöldbe van, a Celer 1,5-2% zöldbe van, Celeren is gondolkoztam, hogy vissza, hát nagyon majd meglátjuk. Ez a Lux, ami tegnap nagyon ment, ez az NFT piac, aminek van tokenje, Lux Rare, ez még ma is zöldbe van, 16%-a, 17-et még így is ment, még most is annyi pluszba van. Kíváncsi vagyok, mi lesz ezzel, azért már túl erősnek tűnik, főleg így indulás után, na majd meglátjuk. Oké, na kik vannak még, akik nagyobbat nőttek, most már piciket nem is, csak öt. Hát a piros szarrá van össze, teljesen beszakadt, most egy kicsit erősödik vissza, 5%-ot nő. A MIR protokoll, ott a MIR-t azt szerintem teszem ki a nem ajánlós lelassultakba majd. Hát a Lido az a instabil gyertyáival, hogy össze-vissza olyan szaggatott, hogy az förtelem ránézni, és hagyjuk is, hogy mennyit megy pluszban, minuszban minden nap. A Vanincs, na Vanincs mire? Dex aggregátor, mi a jó Istenre mentünk a 8%-ot, mindegy, de nőtt ma 8%-ot, attól függetlenül még a békesegge alatt van. Oké. Aztán a Sushi is ment 1%-ocskát, Dex. CTSI az nőtt 4,5%-ot, mert meg kéne egyszer néznem, hogy mi az, mert már elfelejtettem. Miért van itt a figyelősbe, biztos, hogy van oka. Az XDC, Sinfi Finance, ő is 1,5% pluszban van.
Na jó, még az OMG nőtt 3,5%-ot, de az megint halálosan össze van szakadva. Nem sokat jelent. A profit meg rángatják össze-vissza folyamatosan. Egyszer plusz 30, párszor minusz 30%, meg plusz 50, meg minusz 50, össze-vissza ráncigálják. Egyáltalán nem stabil dolog a propi. Jó, azt mondja, hogy... Oké, hát a Celsius még nem is mondom, hiába, hogy 5%-et, az nagyon rizikós, nagyon szar egy dolog. Na jó, azt mondja, hogy Bitcoin 42.600-on, na most már jön a 42 félre, megpöcköltem el, hogy most fogom megpöckölni a 42 felett a kék vonalat. Az még egy egyszer egy egész kemény alja. Hogyha azon is netalántán beszakítanák, akkor 42 lesz a következő alja, amikor meg már a trend vonalról kellene visszapattanjon, hogy ott megtámaszkodjon. Na jó, oké, és szóval legyen már ennyi. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, holnap ismét jövök a friss hírekkel, addig is további szép estét mindenkinek, sziasztok!